A mi úrunknak az igazi nagy-nagy szeretetével köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm Széke János Püspök atyát is. Az elmúlt hetekben olyan aktuális társadalmi, vagy pedig korunk más eseményeire, szellemi áramlataira reflektáló témákról beszélgettünk, amelyek nyomán több bátorító megkeresést is kaptunk, úgyhogy most ezt a megkezdett utat fogjuk folytatni. Püspök, azt hiszem, hogy azért tudunk ilyen nyíltan és határozottan állást foglalni az említett témákról, mert egyházunknak nagyon komplex és nagyon átfogó tanítása van az életünk szinte minden területével kapcsolatban. És hozzáteszem a mondatomhoz, hogy hála égnek, hogy így van. Egyre többen vannak azonban Európában, de talán máshogy is, akiket ez idézőjelbetéve, vagy talán nem is annyira idézőjelbetéve, kifejezetten bosszant, És különféle fórumokon fölteszik a kérdést, hogy vajon mi köze van ehhez, vagy ahhoz a dologhoz az egyháznak. Sőt, és az érdekes itt van, hogy vannak a katolikus testvéreink között is, akik például megkérdezik azt, hogy miért ír enciklikát a környezetvédelemről a szent atya, mikor az egyháznak mondjuk nem a bálnáknak a kihalásával, hanem a lelkek üdvösségével kellene foglalkoznia. Igen kisarkított, de hasonló álláspontok vagy vélemények elhangzanak. Aztán sokszor hallhatunk az egyház és az állam szétválasztásáról is, ennek a témának a kapcsán, ugyanakkor mi sem mindig tudjuk azt, hogy hát mi a helyes arány ebben. Ennek a fényében kérdezem, tehát Püspök úr, hogy a, a társadalom és az emberi élet mely területein kell kifejezetten jelen lennie az egyháznak, és mik azok a területek, ahol mondjuk nem kell ott lennie véleményt nyilvánítania, hiába is követelik azt egyébként egyesek, mert az ellenpólus azért a másik oldala szintjén ez is megjelenik. És egyúttal, hogy halmozzam a kérdéseimet, gondolkodjunk el azon is, hogy az a állam és az egyház mely területeken fonódhat össze. Ezt is ilyen idézőjelbe téve bátortalanul mondom. Vannak ugyanis politikai erők, akik az emberek szabadságát féltik, amikor szerintük az egyház és az állam nincs eléggé szétválasztva. Ugyanakkor a keresztények közül meg sokan félnek attól, hogy az egyház ki van szolgáltatva, hogyha túlságosan függ az államtól. Hát minden kérdésemet összevetve, Püspök hol van ezekben a kérdésekben az egyensúly? Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy nagyon komplex kérdéskör ez. Hadd kezdjem az egyház és az államnak a kapcsolatával, illetőleg, hogy hogyan <kül> alakult ez a történelem folyamán. A kezdetekkor a kereszténység úgy indult el, hogy az államot tisztelte. A római levélben Pállapostól mondja, hogy az államhatalom is Istentől van, az a funkciója, hogy a jót bátorítsa, jutalmazza, a rosszat büntesse. És ezért engedelmeskedni kell neki, adót kell fizetni, tiszteletet kell neki adni. Tehát alapvetően a keresztények lojális állampolgárok voltak. Azzal együtt, hogy volt egyfajta távolság a birodalomtól, a római birodalomtól, főként a már elinduló keresztény üldözések miatt ez a távolság egyre nőtt. Ezen fordított aztán gyökeresen a 313-as Milánói ediktum, ahol Nagy Konstantin császár a keresztény üldözést végérvényesen beszüntette, és a kereszténységet engedélyezett vallássá, religió licitává tette. Ettől kezdve az állam és az egyház viszonya az alapvetően a harmónia Gondolata köré szerveződött, vagyis azt gondolták, hogy a kettőnek együtt kell működnie. A kettő között kell valami egészséges kapcsolat. A birodalom egységét úgy gondolták, hogy ez segíti. Későbbiekben ez igen gyakran egy túlzott összefonódáshoz is vezetett, főként a középkor egyes szakaszaiban, illetőleg a bizánci. A birodalomban, ahol a császár a pátriárkát nagyon sok esetben teljesen kézben tartotta. De nyugaton is gyakori volt az, hogy például az uralkodó nevezte ki a püspököket az egész ország területén, ahogy ez Magyarországon is volt például hadd mondjak, igen, pont Egyházmegyét püspök, hogyha az Esztergomi Egyházmegye, az, hogy a Hajdani Egyházmegye élén Mátyás király erőszakkal nevezte ki, talán a világ legfiatalabb bíboros, ér, vagy érsekét, ugye, de Esztergomban mindenféleképpen a legfiatalabb, a 11 két éves volt, ha jól emlékszem. És hát ez nagyon sokáig így volt, gyakorlatilag az első világháborúig, tehát néha ebben nem is gondolunk bele, hogy Szent Istvántól, az első világháborúig a magyar katolikus egyház így működött, hogy az uralkodó egy különleges pápai döntés vagy kegy folytán, de gyakorlatilag a teljes kinevezési jogot gyakorolta. Tehát eljutott ez ilyen túlzott formákig is. Ezzel szakít az Egyesült Államoknak a függetlenségi nyilatkozata, illetőleg alkotmánya, és később a francia forradalom is. Az Egyesült Államokban inkább békés módon választják szét az államot és az egyházat. A francia forradalom egy nagyon harcos és egyházzal szemben ellenséges módon. Ugyanez az ellenséges szétválasztás jelent meg Olaszországban, Mexikóban nagyon drasztikusan, Portugáliában is másutt. Ez a, a harcos szétválasztás azt is eredményezte, hogy lehetőleg az egyházat minden nyilvános közterületről kiszorítani, amennyire csak lehet. Tehát a közéletből, kulturális életből, az egyház nyilvános jelenlétét, oktatásban, szociális téren, stb. amennyire lehet korlátozni. Az egyházi tulajdonokat amennyire lehet elvenni. Volt ennek a drasztikus szétválasztásnak is pozitív gyümölcse. Egyrészt ezeket az egyházakat, mint a francia egyházat nagyon segítette abban, hogy a Rómához való hűség erősödjön, ami néha nem volt annyira egyértelmű. Az elszegényedett, elgyöngült francia egyház sokkal inkább pápa hű lett, mint mondjuk az az előtti. Sokszor a galikanizmus eszméit valló francia egyház. Illetőleg az egyházat megszabadította a túlzottan arisztokratikus, feudális allyröktől. Tehát ennyi áldása volt még ennek a harcos szétválasztásnak is. Mit gondolunk elvileg az állam és az egyház viszonyáról? Mind a két ö, közösség vagy intézmény, az állam és az egyház is az embernek a javát akarja szolgálni. Az állam célja a közjó szolgálata. Tehát olyan körülményeket teremteni egészségügyben, úthálózatban, oktatásban, kultúrában, stb. közbiztonságban, ami az egész nemzeti közösségnek a javát szolgálja. Ez az állam célja. A katolikus teológiánk azt mondja, hogy ezeknek a valóságoknak van egy relatív autonómiája. Tehát nem kell, hogy az egyház, sőt nem is helyes, ha az egyház beleszól abba, hogy a tudós mit és hogyan kutasson, vagy a kulturális életben melyik művészeti irányzatot részesítsék előnyben, vagy a bankrendszert éppen hogyan építsék föl. Tehát van ezeknek a valóságoknak, kultúrának, művészetnek, tudománynak, gazdaságnak egy relatív autonómiája, függetlensége, önállósága. Ilyen értelemben egyház és állam helyes, hogyha különbözőek. Az egyháznak a célja, a sokkal egyetemesebb, mint az állami, az embernek a totális boldogságát, kiteljesedését szolgálja az üdvösségét, illetve az ehhez vezető utat. És ezt teszi teljesen más eszközökkel, mint az állam, főleg az evangélium hirdetése, megélése, a szentségek a szeretet tehát ilyen módokon próbálja az embernek a, a végső legnagyobb célját ö, szolgálni. De ez, ez most azért sok területen össze, összecsúszik, tehát itt egy közös halmazról van szó, vagy két külön halmazról, amikor az egyház és az állam, mondjuk így a társadalom jólétére irányuló tevékenységét és az üdvösség az üdvösséget tágan értelmezve vesszük, akkor, akkor, akkor nagyon nehéz azért szétválasztani. Ha maradjunk a halmaz hasonlatnál, szóval a közös halmaz akkor is megvan. Nem egyszerű a kérdésre a válasz. Én azt gondolom, hogy van egy jogos és fontos különbözőség a két intézmény között, és van a kettő között egy szükségszerű kapcsolat. Tehát nem lehet és nem is szabad, nem is helyes teljesen élesen a kettőt szétválasztani. Már azért sem, mert ugyanaz az ember tagja a földi közösségnek, az államnak és azok az állam intézményeinek is, és tagja az egyháznak is. Azt az embert se lehet szétszeletelni kettőbe. A valóság nyilvánvalóan egyetlen egy annak egy bizonyos szeletét irányítja inkább az állam, és annak a teljességére vonatkozik az egyház küldetése. A, azokban az államokban is, ahol szétválasztották nagyon élesen az államot és az egyházat, legalábbis erre törekszenek, ott is rájöttek, hogy van. Egy-két olyan úgynevezett közös terület, vagy vegyes terület, amit mindenképpen kell szabályozni. Ilyen az oktatás. Az egyház mindig is jogot formált arra, próbálta azt elérni, hogy a gyermekek oktatásában, ha a szülő ezt kéri, akkor keresztény szellemiségű, evangéliumi szellemiségű oktatási intézmények is legyenek. Hadd tegyek itt egy kis ö, kitérőt, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, Sokan azt mondják, hogy ez helytelen, és az állami finanszírozott iskoláknak, adoknak világnézetileg semlegesnek kell lenni. Az állam csak ezt kell, hogy biztosítsa, és azt mondják, hogy helytelen, hogy egyházi iskolákat állami pénzekből ö, tartanak fönn. Mit válaszolunk erre? Első válaszunk nyilvánvalóan az, hogy az egyház meggyőződése szerint a gyermek nevelésének a természetes joga a szülőt illeti, nem az államot. Az Úristen az életet a szülőkön keresztül adja, a legalapvetőbb, legelső felelősei a gyermek nevelésének a szülők. Abban, hogy a gyerek milyen fajta nevelést kapjon, abban a szülőnek kell döntenie, nem az államnak. Az államnak egy hatalmi túlkapása, az, amikor azt gondolja, hogy eldöntheti, hogy az ő területén élő családok gyermekei milyen fajta nevelést kapjanak. Minden fajta szülő egyforma jogú állampolgára annak az országnak. Mindegyik ugyanúgy fizeti az adót. Az államnak kutya kötelessége a vallásos, gyerek szülő, vallásos szülő gyerekének az oktatását is éppen úgy biztosítani. Ez tehát az első válasz. A második pedig, azzal kapcsolatos, hogy létezik-e, illetve mit is jelent igazából ez a bűvszó, hogy világnézetileg semleges nevelés. Alapvetően azt gondoljuk, hogy világnézetileg semleges nevelés nincs. A nevelés lényege az, hogy értéket mutatok a gyereknek. Az életben szüntelenül döntünk. Ha van mellettem egy huldokló a vízben, akkor eldöntöm, hogy. hogy kimentem, vagy, vagy tovább megyek közömbösen. Ha van egy gyerek az édesanyja méhében, akkor döntenek arról, hogy ezt a kis életet elpusztítják, vagy tiszteletben tartják az élet szentségét. És hát millió más példát lehetne mondani, hogy az ember önző lesz, vagy önzetlen. Hogy azt gondolja, hogy az életének van értelme, vagy nincs. Tehát az egész életünk, Tele van értékek melletti döntésekkel. A nevelés lényege az pontosan az, hogy a gyereknek értéket mutatok, szárnyakat adok, megtanítom őt arra, hogy vágyjon ezekre az értékekre és elinduljon feléjük. Aki azt mondja, hogy világnézetileg semlegesen nevel, az igazából csak mondja azt, hogy az érték semleges, valójában ő is dönt dönt amellett, hogy szerinte az életnek igazi értelme nincs. Szerinte a házassági hűségnek mondjuk értelme fontossága nincs, ha éppen megunta valaki azt a házasságot, akkor bátran hagyja abba, tégy, amit akarsz, tedd azt, ami jól esik. Az érték a te pillanatnyi szeszélyed, élvezeted, vágyad. Vagyis ez is egy döntés, döntés valami mellett, ez csak látszólagosan semleges. valójában egy nagyon masszív döntés a, egy, egy típusú életmód mellett, mi keresztények azt gondoljuk, hogy egy abszolút negatív irányba viszi el a gyereket. Mert az emberi élet hiteles célja az, hogy szeressen, hogy adjon, hogy nagy lelkű legyen. Vagyis létezik ö, sokfajta Nevelés, ezek közül az egyik, ez úgynevezett értéksemleges, ami azt gondoljuk, hogy egy önellentmondás. Valójában ez is bizonyos értékeket, sok esetben nagyon negatív értékeket ültet el a gyereknek a lelkébe. Visszatérve, tehát a kereszténység meggyőződése, hogy a szülőnek joga van eldönteni, hogy a gyermeke számára milyen oktatást akar, és az állam kötelessége, az, hogy éppen úgy anyagilag támogassa az összes iskolát függetlenül attól, hogy milyen értékrendre épül, hogy az nyilván alapvető szakmai szempontoknak megfelel. Ja, bocsánat, hogy közben a, vagy a dolog onnan is megközelíthető, hogy hogy minden állampolgár egyformán adózik, tehát ugyanolyan mértékben vonatkoznak rá közterhek, mint akárki másra, egy katolikusra is, vagy egy keresztény emberre is, tehát ilyen módon ő is ugyanazt várhatja el, mint egy nem hívő polgártársunk is. Igen, ez abszolút így van, ahogy az elején említettem is, igen, hogy minden állampolgár épp úgy tagja az államnak, befizeti az adóját, joga van ezekre a szolgáltatások, a kórház és többi területen ugyanez áll. Hála Istennek a magyar jogrendszerünk ezt nagyon világosan látja, tehát Magyarországon ilyen szempontból egy nagyon pozitív sínre került az állam és egyház viszonya rendszerváltás után, az egy evidencia mindenki számára, hogy egyenlően finanszírozzák mondjuk az állami kórházat és egy egyház által működtetett kórházat. Ugyanúgy gyógyít mind a kettő, ugyanúgy végzi a vakbélműtétet is, csak más a szellemisége, más a lelkület, ami uralkodik. Az állami szempontból mind a kettő ugyanazt a szolgáltatást végzi, és ezért az állam köteles mind a kettőt egyformán finanszírozni. Tehát ilyen nagy közös terület az oktatás, emellett az ünnepnapok, amik általában vallási ünnepek, nyilván itt az államnak és az egyházaknak meg kell egyezni. A házasságjog, ami szintén igen gyakran templomban kötődik, de vannak van, vagy különálló polgári házasság, vagy ezzel egybe, első polgári házasság, tehát olyan jogcselekmény, aminek mind a két irányba van következménye. Egyházi tulajdonkezelése, tehát a, az egyház által ö, épületek, stb. a kezelése. A kérdésnek volt egy első része is, hogy mibe szóljon bele az egyház, vagy hogyan képzeljük el, hogy mely területek azok, amikhez köze van. A hitünk a teljes valóságra vonatkozik, tehát a, a teljes teremtett világ, a teljes emberi életnek az, az alaptervét adta nekünk az Úristen a kinyilatkoztatásban az egész emberi létet átfogja. Ahogy Jézus mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. A földi emberi tudományok, illetőleg az állam, az egy-egy szeletet tud ebből irányítani. Tehát ilyen értelemben a vallásnak vagy a kereszténységnek nagyon sok mindenhez van üzenete, aminek van erkölcsi dimenziója. Ami az embert érinti, ezekhez mind van evangéliumi üzenetünk. Például háború és béke kérdése, családvédelme, életvédelme, a gazdasági életnek a működése, emberi jogok, igazságosság, szegények védelme, és ilyen módon a természet védelme is, amik az egyházat természetvédelemhez hozzászól, egyáltalán nem úgy tesszük, mint a zöld mozgalmak például, akiknek a legfőbb érték például egy-egy állatfaj megmentése, de közben abszolút nem érdekli őket, hogy hány kisgyermeket már az édesanyja méhében elpusztítanak. Abszurdnak tartja az egyház az ilyesfajta természetvédelmet. Nyilván a teremtett világ legnagyobb értéke az ember mindenek előtt az embert és leginkább a legsebezhetőbbeket, például a még meg sem született kicsi gyermekeket kell megvédeni. Amikor például Ferenc pápa beszél a selejtezés kultúrájáról, ebben a gyönyörű enciklikában, a laudátó szíben, si ami a teremtés védelméről szól, akkor nem csak és nem is elsősorban a szemetelésről szól a selejtezés kapcsán, hanem azt mondja, hogy a selejtezés kultúrájának a legfőbb megnyilvánulása az, hogy a gyengét, az öreget, a beteget, a szegényt leselejtezik. Az nem számít, az pusztulhat. Tehát sokkal átfogóbb az egyház üzenete a teremtés védelméről is, mint azt gondolnánk. Hogy Ferenc Pápa azt is nagyon világossá teszi, hogy a teremtett világunk megőrzése, megóvása nem képzelhető el egy igazságos gazdasági rendszer nélkül. És hát ír erről nagyon-nagyon keményen, azt mondja, hogy a jelenlegi gazdasági rendszerünk sok esetben öl. Családokat földön futóvá tesz, népeket pusztít, amíg nem tud az emberiségeden túljutni, hogy a, a föld magántulajdon vagyonának a nagy része nagyon kevesek kezében van, akiknek nyilván a legfőbb céljuk Minél több hasznot ebből kihúzni. És nyilván ebbe a logikába se a teremtés védelme, se a gyöngék, a szegények védelme abszolút nem fér bele. Tehát egy nagyon átfogó üzenet, amit Ferenc pápa ezzel kapcsolatban megfogalmaz. Vagyis állam és egyház különböző módon, de az embert szolgálják, az embernek a földi, illetőleg a, a teljes kiteljesedését, a, a lelki kiteljesedését az egyház esetében. Tehát van köztük különbözőség is, de nem lehet őket élesen szétválasztani. Most hadd tegyek hozzá még egy záró gondolatot, hogy a, az egyház tulajdonképpen biztosítja az állam létének az alapját. Ezt olyan kevesen gondolják, hogy ha teljesen megszűnne a, a lelkiismeretes Állampolgári cselekvés, ami alapvetően vallási eredetű. Tehát az a felelősség. Tudod, hogy nem azért tartok be valamit, mert mögöttem áll a rendőr, és megbüntetnek, vagy mert a törvény tiltja, hanem a lelkiismeretem hangja ezt parancsolja. Tudom, hogy létezik a jó, és azt követem. A jog csak megfogalmazza, azt az erkölcsi értéket, amit meggyőződésből követ az ember. Ha nincs ott a jogrendszer mögött az erkölcs, akkor a jogrendszer nagyon hamar összeomlik. Ha nincs ott az állam mellett, mögött körülötte a vallás, az erkölcsi tudat, akkor az állam egy idő után összeomlik. Vagyis a ilyen értelemben is az állam rá van utalva arra, hogy a, a vallások ezt a fajta erkölcsi tudatot az emberekben ébren tartsák. És mi van akkor, hogyha valaki arra hivatkozik, mint ahogy sokszor meg is történik, hogy egyetlen egy más vallás vagy felekezet sem uh, hasonlít a katolikus egyházhoz abban a tekintetben, hogy van egy legfőbb vezetője, aki ugye a Szent Atya, és aki a lelkek fölötti hatalma révén a teljes egyházba, az X200, nem tudom én hány országban, elvben a lelkek hatalma fölött valamilyen befolyással bír az adott országra. Tehát itt nagyon sokan azt mondják, hogy a katolikus egyház ezáltal beleszól a belügyébe egy-egy adott országnak. Erre mit mondhatunk egy ilyen érvelésre? vagy mondok egy, egy, egészen konkrét példát, akkor kicsit a másik oldalról megközelítve. Például Magyarországon, hogyha egy egyetemi tanárt kineveznek, akkor azt a köztársasági elnöknek kell ellenjegyeznie, mert ugye olyan állami és olyan oktatási közfeladatokat lát el, hogy ennek ez a megbecsülése, hogy maga a köztársasági elnök nevezi ki. De akkor miért nem teheti meg, mondjuk, és most direkt provokálok, egy püspökkel is, aki szintén irányítja egyházi emberként azokat az embereket, akik, akik Kisinten szinten ugyan, de az egyház képviselőként közfeladatokat látnak el az állami feladatok szeletéből. Megint nagyon-nagyon messze vezet ez a kérdés. Ha röviden próbálok felelni, az egyház lényegéhez tartozik az egység. Amit Jézus kért, amiért imádkozott, hogy egyek legyenek, és ennek a végső biztosíték a sarokköve a pápa egyetlen ember, aki ezt a hatalmas emberi közösséget összefogja, és a Szentlélek vezetésével irányítja, az egységét biztosítja. Az emberiségnek a nagy tragédiája az, hogy elvesztette az egységét. Ha jelenleg az egész emberiség tudna egy emberként cselekedni, és mondjuk eldönteni azt, hogy nem hagyjuk holnaptól azt, hogy bárki is a földön éhen aljon. Ezt nagyon könnyedén meg tudnánk tenni. Ez minden lehetőségünk megvan. Nem kellene hozzá semmi aranybánya. Az emberiség kezében annyi eszköz, annyi technikai lehetőség van, hogy nagyon könnyedén ezt meg tudná tenni. Vagyis az, az emberiség nagy tragédiája, hogy a bűn által szétszakadt egymással küzdő érdekcsoportokra az egyház annak a, a reménynek a jele, hogy ebből ki tudunk egyszer mászni, és valaha az emberiség egy nagy család lesz Krisztus körül. Ezt nem tudja semmi más létrehozni, se az ENSZ, se semmi földi gazdasági érdek, csak a közös hit, a közös szeretet. Tehát ennek az ígérete. Az Egyház nem, nem egy erőszak szervezet. Akik nagyon félnek az Egyháztól, hogy befolyásolja vagy korlátozza az, az államok érdekeit, teljesen félreértik. Tehát ez egy másfajta hatalom. Azért is, Hangsúlyoztam az elején, hogy állam és egyház különbözik. Más módszerekkel dolgozik. Az egyháznak nincs hadserege, nincs erőszak szervezete, nem tudja behajtani a törvényeit, nincsen börtönje, hanem a lélekre hat, a szívre hat, ezáltal vezeti az emberiséget Krisztus felé mosolygó közben azon, mert eszembe jutott a Sztálinnak a híres mondata, aki megkérdezte erről, hogy na hány hadosztálya van a pápának? Hát egy hadosztálya sincsen, egy evangéliumunk van nekünk, és ezt tartja össze. Vagy ahogy az Eucharisztikus Világkongresszus éneke himnus hogy forrasz egyéb minden népet, nemzetet. Ez a mi evangéliumra épülő egységünk. De maradjunk még a témánál, és próbáljuk ezt továbbiakban is kibontani. Egyes országokban az egyház működésének anyagi feltétele lehet, hogy az állampolgárok adójából finanszírozzák, még pedig oly módon, hogy egy egyházhoz vagy felekezethez tartozásával maga a polgár döntheti el, hogy melyik szervezet nevezük így elnézést kapja az adóját. Hazánkban egyébként, igaz, hogy csak kismértékben, de ilyen ez a bizonyos egy százalékos rendelkező nyilatkozat, de Ausztriában vagy még inkább Németországban sokkal komolyabb adó részarányokról van szó, és ezért időnként hallhatunk arról, hogy valaki, és itt a hangsúlyos igen, amire rá akarok kérdezni, hogy valaki ki lép a katolikus egyházból. De vajon létezik-e az egyházi törvényszkezés szerint ilyen, ilyen formális kilépés, vagy létező dolog? Sőt, hát egyik korábbi műsorunkban beszélgettünk arról, hogy, hogy az iszlám egy nagyon erőteljesen gyarapodó létszámú vallás. Mi történik akkor, és az előbbi kérdésemnél itt még egyet tovább lépek. Tehát mi történik akkor, hogyha. A, egy megkeresztelt ember muszlimmá lesz, vagy muszlimmá akar lenni, és szeretné a keresztségét érvénytelenné tenni. Létezik ilyen, püspök atya? Itt is több minden fölmerült a kérdésben. Egyrészt a, az egyházi adónak a, az állam általi, ö, behajtása, ami egy-két országban, különösen Németországban van így, egy kicsit ehhez hasonló Ausztriának a rendszere is. Ez azt jelenti, hogy amint egy gyermeket megkeresztelnek, a plébánia azonnal az állami hatóságok felé az illető személynek a nevét, a keresztelési dátumot, stb. közli, és amikor ez a, az ember munkavállaló lesz, automatikusan, mivel hogy ő meg van keresztelve, elkezdik az egyházi adóját is államilag, tehát állami kényszerrel, úgymond, és állami szankciókkal behajtani tőle is. Ez alól csak úgy lehet mentesülni Németországban, ha valaki ö, az egyháznál, tehát a saját plébániáján bejelentkezik, és azt mondja, hogy ő kilép az egyházból. Ezt egyház jogilag úgy hívják, hogy nyilvános aktussal elhagyja a katolikus egyházat. Nyilvánvalóan nem azt jelenti ez, hogy a keressége megszűnne. A keresség nem tud megszűnni. Az egy végérvényes szövetség Isten és ember között. A, az Úristen, ahogy olvassuk a Bibliában, nem bánja meg a kegyelmi adományát és meghívását. Ez egy er eltörölhetetlen jegy. Krisztus megváltásában részesül valaki, ez soha nem szűnik meg. Vagy Pálapostól másút azt mondja, hogy ha mi hűtlenné válunk, ő akkor is hűséges marad. Hú, ez, nagyon, ez nagyon érdekes, és nagyon messzeli vezet, most átgondoltam. Tehát, ha én muszlim akarnék lenni, akkor egyúttal a kerességem is letörölhetetlen le, megmaradna akkor is rajtam a lelkemen, a létemen. Abszolút igen. Ez ugyanígy van például egy papnál. Tehát egy papot fölszentelnek, az is Krisztus főpapságának részese lesz. Nem csak egy funkcióra kap megbízatást, hanem személyében Jézus őt képesíti arra, hogy az ő nevében mondja ki ezt, hogy ez az én testem, vagy én feloldozlak téged. Tehát egy emberi ö, szívet átformál áthat ez a szentelési kegyelem. Ez soha nem múlik el. Tehát, ha ő ott hagyja a papságát, és akár mondjuk méltatlan módon éli a, az életét, de például egy haldokló ott van, és ő visszaemlékszik arra vagy ö, Tudatában van annak, hogy ő pap és mi a kötelessége, oda kell mennie, föl kell oldoznia, és a, a föloldozása abszolút érvényes, tehát ő pap marad. A, a kerességgel ugyanez van, tehát az soha nem tűnik el. Ez kicsit olyan, mint az, hogy a, a gyermeket megszüli a szülője. Az nem tud elmúlni. Lehet, hogy a gyerek később azt mondja, hogy engem ez a szülő nem érdekel. Hogy akár a szülő kitagadhatja jogilag, de attól még a vér szerinti gyermeke marad. Abszolút igen. Tehát ez a szál ez soha nem tud megszűnni. A kerességben egy kicsit hasonló történik. A kegyelem által, a megváltás által Krisztus szül minket új életre. Az ő gyermekei lettünk. Ez nem tud megszűnni. Visszatérve, tehát ami például Németországban történik, az az, hogy eljön az illető a plébániára, és bejelenti, ezt, hogy ő szeretné elhagyni a katolikus egyházat. És ilyen a plébános ezt jelzi az állami hatóságok felé, és ettől kezdve nem vonják tőle az egyházi adót. Ez a rendszer sok szempontból nagyon ö, megkérdőjelezhető és az. Miért? Mert egy önkéntes, lelkiismeretből fakadó egyházi kötelezettséget, ami az egyház anyagi támogatása, ami tényleg fontos, meg szép kötelesség, az úgynevezett egyház öt parancsában is meg szoktuk ezt fogalmazni, hogy ha valakinek van lehetősége, anyagilag is az egyházat támogassa. Nyilván nem tud működni az egyházunk se a hitoktatás, se a betegek látogatása, a Bibliaórák, ifjúsági csoportok, stb. Tehát anyagi háttér nélkül nyilván ez nem tud működni. Aki ehhez egy kicsit tud hozzájárulni, ezt mindig is kérte az egyház, de ez egy szabad, önkéntes adomány. Tehát nem, nem egy behajtott adó. Nagyon helytelen az, amikor ezt államilag, az államnak a kényszerítő erejével kezdik behajtani. Nyilvánvaló, a német rendszerből nagyon sok pozitívum is fakadt. Egyrészt az, hogy az egyháznak az anyagi háttere Németországban nagyon-nagyon erős emiatt. És ezzel rengeteg jót tudtak tenni. Jelenleg is Afrikában például rengeteg helyen éhezőknek a szegény országok fölemelésében segítenek. Szocializmus bukása után nálunk is Közép-Kelet-Európában az egyház újjáépítésében a legtöbbet anyagilag a német egyház tett. Ugyanakkor meg, ahogy az első kérdésemben próbáltam rákérdezni, ez által kiszolgáltatottá is válik azért mégiscsak valahol az egyház az államnak. Igen, tehát sajnos nagyon sok negatív következménye van. Egyrészt az állam betör az egyháznak ebbe a szabad lelkiismeret által irányított területére, és ilyen módon a, az egyháznak a belső világát megzavarja. A kilépések is, Ö, ezt tükrözik egyébként Németországban, ez egy tragikus méreteket öltő folyamat. Összesen ö, az utóbbi tíz évben kb. három millióan hagyták el az egyház ez nem csak a katolikus, hanem a luteránus, evangélikus és a református egyházzal együtt. És a legtöbb az hála Istennek, nem katolikus. Ezek között tehát a nagy többség ennek a három milliónak nem katolikus, hanem protestás. De így is nagyon-nagyon szomorú, hogy emiatt dönt valaki így, hogy minden köteléket megszakít az egyházzal, olyasmi miatt, ami egy húzadrangú kérdés. Tehát soha az egyház nem gondolt arra, hogy bárkit amiatt kizárna, mert ő mondjuk nem járul hozzá anyagilag az egyház föntartásához soha. Ez nem egy főben járó vétek kérjük azt, hogy aki tud, járuljon hozzá, de ha éppen nem tud, vagy éppen úgy gondolja, hogy nem, attól még az egyházunk tagja marad. És hát egy másik nagyon nagy hátrány, hogy emiatt az egyház függő helyzetbe kerül, illetve úgy érzi, hogy a tömegeknek a szája szerint kell az evangéliumot hirdetni. És a, a keményebb dolgokat azt nem nagyon meri kimondani. Tehát ami divatos, amit várnak az emberek, ami ahhoz kell, hogy nehogy kilépjen az egyházból, azt fogják ö, predikálni, és talán az abortusz ellen, vagy az azonos neműek házasságával kapcsolatban, és sok más olyan témával kapcsolatban, ami nem annyira ö, tetszik a, a tömegek egy részének, az egyház elhallgat. Bocsánat, hogy elnézést, ha mi csak meg egy, egy viszonylag friss élményemet. Nemrég jártam Ausztriába, ahol egy bérmálásnak a fotóit láttam. Előtte való héten volt a plébánián a bérmálás, és azt mondtam, hogy, hogy a bérmáláson báb előadást tartottak, gondolom a Szent Szentlélek eljövetelét, vagy nem tudom mit, próbálták meg ott elbábozni. Hát elnézést nem akarok nagyon kikelni, de akkor is meg kell tennem, hogy hát, hát nem lehet báb előadással be, becsábítani az embereket, nem lehet színházat csinálni ilyen értelemben a templomból. Bocsánat, nem akarok nagyon ebbe a téba belemerülni, de vizsgáljuk meg az érem másik oldalát is, ami ehhez hozzá tartozik, hogy mi van, hogyha az egyház akar mégiscsak hát kiléptetni embert, és akkor ezt megint csak idézélbe mondom. A történelem folyamán ugye számtalanszor előfordult, hogy úgynevezett kiközösítéssel az egyház maga zárta ki a tagjai sorából egyes embereket. Sőt, vannak, akik az erre vonatkozó anatéma kifejezést megátkozásként értelmezik. De mit jelent ez az eljárás gyakorlatban, és van a kiközösített személy, attól kezdve nem tagja az egyháznak? Vannak-e ennek biblikus gyökerei? Mit mondjunk erre, Püspök úr? Ha szabad, még egy fél gondolatra én visszamennék az előző témához, mert egy fontos pontja talán kimaradt, hogy a, az egy százalék, ami nálunk van, az teljesen más szisztéma. Tehát nem jó ezt a kettőt összekeverni. Ugyanis önkéntes. Tehát senki nem ellenőrzi, hogy valaki befizette, nem fizette. Az illetőnek nem kell több adót fizetnie emiatt. Tehát ebben a szisztémában tulajdonképp csak arról van szó, hogy az állam lehetőséget ad az állampolgárnak arra, hogy az adójának kétszer egy százalékáról ő maga döntsön. Vagyis átad úgymond a maga állami hatalmából egy egészen kicsit, arra vonatkozóan, hogy dönthessen, hogy milyen alapítványt, közhasznú alapítványt, illetőleg valamely egyházat szeretne -e támogatni. Egy teljesen szabad rendszer, semmilyen jogi következménye nincs annak, ha valaki ezt megtette. Ez működik egyébként Olaszországban, ott 8 ezrelék, amit így lehet adni Spanyolországban, tehát egy jól működő szisztéma. Fontos ezt a kettőt külön látni és nem összekeverni. És akkor hadd térjek rá erre a kérdésre a kizárás. Kiközösítés, anatéma. A kizárásnak van alapja a Bibliában, illetőleg van gyökere a Bibliában maga Jézus mondja, hogy ha vételene testvéred, fedd meg, ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet, hanem akkor egy vagy két tanút hívj, ha nem, akkor hívd az egyházat, ha arra sem hallgat, akkor tekintsétek úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Tehát létezik itt is egy kizárás. Egyébként a szöveg egy egészen kicsit rémel arra, ahogyan a zsidó közösségeknél is volt egy ilyen procedúra, illetve van mind a mai napig vagy kumráni közösségben szintén megvoltak ezek a fokozatok, ahogy valakit a közösségből kizártak. Pálapostolnál ugyanezt látjuk. Például a korintusi közösségben hallunk valakiről, aki a saját apja feleségével, vagyis a saját mostohanyával élt együtt. Pálapostól azt mondja, hogy ezt ki kell zárni, jelképesen, vagy tehát kicsit erős megfogalmazásra azt mondja, hogy átadjuk a sátánnak a lelke javára. Vagyis a cél az, hogy megtérjen, hogy belássa a bűnét, hogy megtisztuljon, szembesüljön azzal, amit tett. Vagy a Timóteusnak írt levélben hallunk két személyről konkrétan, akik nagyon fontos hitigasságokat tagadnak, például feltámadást. És emiatt mondja Pálapostól, hogy ők az egyházi közösségből kikerültek. Tehát ez mindig is létezett a, a kereszténység történetében, maga a szó, hogy ki átkozni, egy kicsit szerencsétlen szó. Egyébként a Héber és a Görög gyökerében is ugyanez a, a, kicsit túlerős megfogalmazás van. Nem azt jelenti ez, mintha az egyház valami rosszat kívánna ennek az illető személynek átkot mond rá. Egyáltalán nem ezt jelenti. A cél a megjavítása. Tehát, hogy belássa a bűnét, illetőleg a közösség önvédelme. A lényege a kiközösítésnek az, hogy szentségekben nem részesülhet, és ilyen értelemben a kegyelmi közösségnek nem tagja. Tehát ezt nyilvánosan kimondja, hogy az illető kiesett ebből a, a kegyelmi valóságból. De ugyanebbe vissza is térhet akkor, a feltételek esetén. Igen, a jelenlegi kánon is ismeri ilyen helyzeteket, amikor valaki. Akár nem is kell ezt kimondani, hanem a tette által magától kizárja magát az egyházból. Ilyen a, az eretnekség, szakadárság, tehát amikor valaki makacs módon a Krisztusi tanítással gyökeresen szemben álló tanítást hisz illetőleg hirdet. Tehát ez a mostani gyakorlat, hogy a régivel szemben állva nem kell ezt most kifejezetten valamilyen formulával ö, kinyilvánítani, hanem önmagától beáll egy ilyen cselekedettel a kiközösítés. Igen, életek vannak ennek olyan formája, ahol ki is lehet mondani. Uh -huh. Tehát ahol szükséges, ott ki is mondják nyíltan. De ez például egy olyan eset, amikor önmagában valaki kizárja magát az egyházból. Nyilvánvalóan az a tagja az egyháznak, aki Krisztusban hisz, aki őt követi. Eukarisztia meggyalázása ilyen. A pápai engedély nélküli püspök szentelés, ami általában egyházszakadást is eredményez. A gyónási titoknak a direkt elárulása egy pap részéről. Tehát ezt is annyira védi az egyházunk a gyónásnak a szentségét, hogy kiközösítéssel sújtja a papot, ha ilyet tesz. Sikeresen végrehajtott abortusz, aki abban aktívan részt vett. Tehát ezek mind olyan cselekmények, amelyek magától az illetőt a kegyelmi közösségből kizárják. Vissza lehet térni alapesetben a szentgyónás által. Vannak egyes esetek, amik szentszéknek föntartott bűnök ilyen esetben föl kell folyamodni a pápai penitenciára, és ott kell a ezt a, a, szentszéknek fenntartott feloldozást kérni. Nagyon szépen köszönöm az időnk elrepült most is, kedves hallgatóink. Ez volt a híd kapujának a mai műsor. Szép és pihentető estét kívánnak önnek a műsor szerkesztői, szikke János Püspök atya és Kindelma Győző, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.